közel 30 óra van hátra, és választani fog Újpest Észak-Angyalföld. Az elmúlt másfél hónapban nagyot fordult a világ. Az utca, a választópolgárok egyértelműen tudtára adták a kormánynak, hogy nem kérnek abból a kormányzásból, amely számukra a kiszolgáltatottságot, az elszegényedést, a szociális biztonság hiányát fogja hordozni. Most vasárnap arról dönt Újpest, Észak-Angyalföld, hogy csatlakozik-e mindazokhoz a tiltakozókhoz, akik az elmúlt hetekben tízezrével, közel százezren egyértelműen elmondták, hogy elég volt abból a kormányzásból, amely több adót vesz el, és még így sem tudja finanszírozni a totális állam korrupt működését. Most vasárnap arról döntenek a választópolgárok, hogy egyértelműen megüzenik-e a kormánynak, hogy lebontható a kétharmad, és nem uralkodhat többé a választópolgáratok akarata nélkül. Nem egy választás, hanem egy folyamatos együttműködés garantálja csak a jó kormányzás feltételei. 2015-ben megszűnő szociális ellátó rendszer további szegényedést hoz Magyarországon. 2015-ben padlássöprést végez a jelenlegi kormány a megmaradt még közel 60 ezer magánnyugdíj pénztári tagnak a vagyona fölött, végelszámolással eltünteti magát az ígéreteit is, amit az elmúlt években megfogalmazott, melyben biztosította az egyéni számlát, biztosította a befektetéseknek a megtérülését, ezt mind felszámolja. Arra biztatjuk Újpest és Észak-Angyalföld választópolgárait, hogy csatlakozzanak ahhoz a tömeghez, amely egyértelműen megindította a változást Magyarországon. Nekünk az a feladatunk a következő 30 órában, mint amúgy az elmúlt hónapban is, hogy aktivistákkal, szimpatizánsokkal végigjárva házról házra elmondjuk, hogy van tétje az újpesti választásnak, mert ezzel elindítható a jelenlegi kormányzat fennhangzó kétharmados politikai többségének a lebontása és a társadalmi többség megépítése. Köszönöm szépen!